Az ünnepségen kiállították a Lányi Ernő Iparos Művelődési Egyesület munkásságát bemutató emléktárgyakat és fényképeket. Mi Városi Művelődési Egyesület vagyunk, a népzenét nagyon szeretjük, de nálunk vannak irodalmi rendezvények és képkiállítások is. A Színi Akadémia növendékei a vizsgálóadásukat itt mutatják be, úgyhogy nagyon sokrétű a tevékenységünk. Az egyesületnek mintegy 50 tagja van. Miklenovics Tibor 30 évig volt az egyesület vezetője. Csupa véletlenül, mint társadalmi munkás bekerültem ott 1983-ban az Iparos Dalárdába. Megkértek, hogy egy kicsit helyettesítsem az akkori titkárnőt, és én akkor egy darabig helyettesítettem, és ott ragadtam. Az ünnepségen köszöntő beszédet mondott Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, Sutus Áron, a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség elnöke, valamint Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke. Több mint egy évszázadon át ennek a közösségnek a hitét, erejét, kultúráját őrizte és hirdette. Külön értéke a Lányi Ernő Iparos Művelődés Egyesületnek, hogy a nevében is őrzi az iparosság tudását, értékét, dalegyletét, dalhagyományát próbálta összefoglalni, és ez hosszú évtizedeken át meg is őrződött. A rendezvényen az egyesület köszönő leveleket osztott ki azoknak az intézményeknek és szervezeteknek, amelyekkel az évek során jó együttműködést alakítottak ki. A Pannon LTV is köszönetben részesült.